Szép jó napot mindenkinek, szervusztok! Nem egyszerű dolog a kudarcokról beszélni, de ha már erre kért a Györgyi, akkor erről próbálok. Hát először is azt hiszem, hogy ahogy itt a felvezetőben is elhangzott, hogy a Szigetet a legtöbben egy sikertörténetnek gondolják, és szerencsére azért többségében az is, de nyilván emögött sok-sok apró kudarc, vagy nem is olyan apró kudarc is rejlik. Ebből most így elsőre, amit a leginkább föl tudok idézni, az egy 2014. januárjában folytatott beszélgetés volt a 2013-as Sziget kiértékelése után, amikor is össze kellett hívnom a kollégáimat, és hát arról beszélgetni velük, hogy hogyan is menjünk tovább, mert hogy a 2013-as évben egyrészt több százmillió forint veszteséget sikerült produkálnunk, másrészt pedig ezzel egy picit így veszélybe sodortuk a saját jövőnket is, és ahhoz, hogy egyáltalán folytatni tudjuk, vagy valamilyen jövőképet alkotni, ahhoz elég súlyos intézkedésekre kellett sort kerítenünk. Úgyhogy ez a bizonyos januári beszélgetés, ez úgy kezdődött, hogy elmondtam a kollégáknak, hogy hát 14 kollégától a 60-ból el kell búcsúzzunk, mint főállású munkatárstól, mindenkinek le fogjuk csökkenteni a fizetését, elég radikális működési költség megtakarításokra kényszerülünk, és hát úgy érzem, hogy még így is úgy megyünk neki ennek a következő 2014-es évnek, hogy az sem kizárt, hogy ez lesz az utolsó Sziget. Ugyanakkor azt is elmondtam nekik, amit egy picit egy először ilyen megrökönyödés fogadott, hogy és ezzel párhuzamosan pedig a Sziget, mármint a 2014-es Sziget költségvetését azt nagyjából 10%-kal fogjuk megemelni, miközben rajtuk meg a működésen spórolnunk kell, mert hogy abban hiszek, hogy meg kell adnunk az esélyt magunknak arra, hogy jó pályára vagy újra pályára állítsuk a Szigetet, és ehhez bizony olyan fejlesztéseket kell tovább vinnünk és megerősítenünk, amiket az elmúlt egy-két évben már elkezdtünk, de most mindent egy lapra kell föltennünk. Hát nem mondom, hogy ilyen általános öröm uralkodott el ennek a beszélgetésnek a kapcsán a teremben, de az nagyon jó volt látni, hogy igazából mindenki fölfogta ennek a helyzetnek a súlyát, senki egyetlen zokszó sem hangzott el, sem a fizetéscsökkentés, sem akár a kollégák elküldése kapcsán, sőt, úgy igazán azt láttam, hogy úgy összekapaszkodott a csapat, és próbáltunk ebben a helyzetben előre menni, de hogy hogyan is jutottunk idáig, talán azt is érdemes fölidézni, mert hogy önmagában a Szigetnek ugye ez már akkor a 22. Szigetről beszéltünk tavaly, idén a 23-ról, és azért ennek voltak különböző életszakaszai. Az első időszak az tulajdonképpen egy baráti társaság által megálmodott nagy házi buli vagy nyaralás volt, amiből nagyon hamar egy nagyon sikeres esemény nőtt ki, és az első 10 évünk tulajdonképpen egy nagyon progresszív növekedésről szólt. Itt látszik is az ábrán az az időszak, amikor még úgy megy fölfele ugye ez a grafikon. Aztán utána jött egy következő 10 éves szakasz, amikor viszont azt tapasztaltuk, hogy hát tulajdonképpen a látogatottság már stagnál, de még tudunk a jegyáremelésekből fakadóan fejlesztéseket végrehajtani. Az emberek szeretik, jó élménnyel távoznak el, közben nemzetközileg is egy kifejezetten sikeres eseményé váltunk, és ezáltal úgy egy picit el is kényelmesedtünk, hiszen azt gondoltuk, hogy akkor minden rendben van, jól mennek nagyjából a dolgok, bár látjuk, hogy a világon egyre több fesztivál van, de ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy ez nekünk bármilyen negatívummal jár, hiszen a látogatottságunk nagyjából kielégítő,
bár volt benne egy átrendeződés, hogy egyre több külföldi jött és egyre kevesebb magyar, de összességében tudtuk kezelni a helyzetet. Azonban, amire így magunkhoz tértünk, vagy felébredtünk ebben a kicsit kényelmes helyzetben, addigra azzal szembesültünk, hogy mondjuk 2002 és 12 között Európában megötszöröződött a fesztiváloknak a száma, miközben a látogató közönség száma már csak 50%-kal nőtt Európa szerte, így aztán egy nagyon kiélesedő, komoly verseny alakult ki, aminek a végeredménye az lett, hogy hát egyrészt mindenki ugyanazokat a zenekarokat szerette volna megszerezni, hiszen elsődlegesen ezekre a fesztiválokra a zenekarok miatt mennek a látogatók, másik részről pedig ez a fajta helyzet, hogy sok fesztivál szeretne kevés népszerű zenekart megszerezni, ez azzal járt együtt, hogy elkezdtek licitálni egymásra a szereplők, és egyszer csak azon vettük észre magunkat, hogy ilyen 30-40-50%-okat megy föl évről évre az előadók ára, úgyhogy ez képtelenség a másik oldalon jegyáremelésben, vagy bármilyen más költségstruktúra átalakításban ezt kigazdálkodni. Úgyhogy egyszer csak az addigi kényelmes pozíciónkból elkezdtünk egyre jobban, először még csak beszűkülő olló mentén, majd egy összezáruló és már negatívba forduló eredménnyel szembesülni. Ez nagyjából így a 2011-es év körül volt, amikor ezzel egyértelművé vált számunkra, hogy ez tarthatatlanná válik ez a helyzet. Ezért 2012-ben elkezdtünk azon gondolkodni, hogy na de hogy lehet ebből a helyzetből kikeveredni, mert hogy hát vagy tudomásul kell venni, hogy kifújt ez a lufi, és igazából nincs tovább, vagy valamerre el kell indulni. És akkor azon kezdtünk el gondolkodni, hogy mik azok az elemek, amiben mi mások vagyunk a versenytársainkhoz képest, ami egyáltalán okozta azt, hogy eddig is a világ különböző tájairól, Európából vagy akár más kontinensekről tömegesen ide utaztak fiatalok, hiszen nagy valószínűséggel azt feltételezhetjük, hogy nem az az elsődleges oka annak, hogy ide jön mondjuk valaki Hollandiából, vagy Németországból, vagy Angliából, hogy itt nézze meg azokat a zenekarokat, akiket otthon is megnézhet egy rendezvényen, hanem valami más várnak, vagy mást remélnek tőlünk, mint amit ott helyben az ottani fesztiválokon megkaphatnak, és akkor elkezdtük végig gondolni, hogy mik azok, amiben mi mások vagyunk. Nyilván vannak olyan természetes adottságaink is, hogy mondjuk Budapesten vagyunk, és Budapest szerencsére egy-egyre népszerűbb város ma a világban, vagy Európában. Az is egy természetes adottság, hogy Budapesten belül egy gyönyörű szigeten vagyunk, ami kevés fesztiválnak adatik meg egy ilyen különleges helyszín. De ezek az adottságok, ezek eddig is megvoltak, ettől nem feltétlenül fogunk tudni javítani az eredményeinken. Akkor mi az, amiért még szerethetnek minket, vagy minket választanak, és akkor végignézve azt mondtuk, hogy hát mi úgy az átlagnál sokszínűbbek vagyunk, kulturális kínálatunkban is, szolgáltatásainkban is, ez ráadásul nem egy hétvégés, hanem egy egész hetes fesztivál, ami egy nyaralás élményt próbál adni, de ezek olyan dolgok, amikben nyilván, ha változtatni, tehát a rendezvény hosszán változtatni, az sok szempontból logisztikai, meg biztonsági okokból sem célszerű, és egyáltalán nem biztos, hogy egy kéthetes rendezvényre többen akarnának eljönni, mint egy egyhetes rendezvényre. A sokszínűségünk az megint csak egy adottság, hogy eddig is sokféle program volt, akkor hogy lehet ezt ennek azon elemeit megerősíteni, ami egyedi elem ebből. És közben azon gondolkodtunk, hogy de hát a világ is vajon merre változott? Mi történt ilyen szempontból az elmúlt években? És hát például azzal szembesültünk, hogy azok a fiatalok, akik a mi elsődleges közönségünk, ők ma teljesen máshogy élik az életüket az okostelefonjaikkal, máshogy tartják a kapcsolatot, máshogy rögzítik a körülöttük levő világot, egyszerűen azonnal fotót, videót készítenek, megosztanak, és így tovább. Tehát azt kell végig gondoljuk, hogy mitől lesz számukra is egyedi környezetében is, vagy látványvilágában is a sziget, és akkor elindítottunk egy olyan programot, amiben megpróbáltuk ezeket az egyedi jellemzőinket nagyon kihangsúlyozni, másik részről pedig megpróbáltuk az egésznek a látványvilágát minél egyedibbé tenni, és olyan elemeket behozni, ami tényleg csak nálunk látható, ami egy fotóról is fölismerhető, hogy ez nem egy a sok fesztivál közül, hanem ez a sziget. És hát szerencsére, bár ez egy drága műfaj, de miután
több mint 300 millió forintot fordítottunk csak a látvány elemeknek a fejlesztésére. Eljutottunk oda, hogy pont addigra, 2013-ra fölfejlődött olyan szintre a sziget, hogy abban az évben még nem tudhatta, aki egyet vette, hogy másmilyen szigetet fog látni, de akik eljöttek és megosztották a képeiket vagy a kis videóikat, azok elérték azt a láncreakciót, amivel a 2014-es évben beértek ezek a fejlesztések, ezért 2014-ben, akkor, amikor ugye úgy indult az év, hogy lehet, hogy ez lesz az utolsó sziget, ehhez képest a 2015 évelejei ugyanilyen összejövetelen, ott arról tudtunk már beszámolni a kollégáknak, hogy nem csak, hogy időközben megkaptuk Európa legjobb nagy fesztiválja díját, de a sziget történetének a legsikeresebb évét zártuk, több mint 10%-kal nőtt a látogatószám, helyre tudtuk rakni a pénzügyi dolgainkat, vissza tudtuk hívni azokat a kollégákat, akiket ki kellett szerveznünk, vagy a főállásukat megszüntetni, és azóta szerencsére eltelt már 2015-ös év is, amikor tovább mentünk, és tovább emelkedett a látogatószám. Tehát a végén azt gondolom, hogy ebből a bizony akkor kudarc élményből egy kifejezetten sikertörténetet tudtunk kovácsolni, egyszerűen azzal, hogy tudtunk magunkba nézni, és tudtuk a saját hibáinkon felülemelkedni, és szembesülni azzal, hogy megváltozott a világ, ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell. Hogyha azt fölidézem, hogy hát mondjuk én honnan jöttem, vagy mi az, ami ezekben a helyzetekben motivál, akkor ahhoz viszont nagyon vissza kell menni a gyerekkoromhoz és az ottani kudarcaimhoz. Ez tudni kell, hogy hát nekem 6 éves koromban elváltak a szüleim, mi Gödöllőn laktunk egy lakótelepi lakásban, és 10 éves koromig például úgy éltünk együtt az édesapám, meg az édesanyám, meg a húgom, meg én, hogy ketté voltunk válaszol a bíróság által, a húgomat a bíróság az édesanyámnak ítélt, engem az édesapámnak, és úgy laktunk egy 2 szobás lakásban, hogy zártuk egymás elől az ajtókat, mi laktunk apukámmal az egyik szobában, a húgomék a másikba, és egy ilyen elég fura környezetben telt a kora a gyerekkorom. Miközben mondjuk engem beirattak a zeneiskolába, majd 1/2 év után eltanácsoltak a zeneiskolából azzal, hogy hát nálam sajnos a ritmusérzék olyan hiánya tapasztalható, hogy hiába fejleszthető a ritmusérzék, de van az a szint, amit ha fejlesztenek, akkor sem lesz belőlem soha zenész vagy ilyesmi. Akkor beköltöztünk 10 éves koromban Budapestre, ott bekerültem egy új osztályközösségbe, ahol 1/2 évkor behívatta a szüleimet az osztályfőnök, és mondta, hogy hát ő könyörög, hogy vegyenek ki engem ebből az osztályból, mert elrontom az osztályát, aki eddig egy olyan jól tanuló, meg olyan rendes osztály volt. Aztán, amikor 14 éves lettem, akkor ugye iskolát kell választani az általános iskola után, akkor kitaláltam, hogy én kutyatenyésztő szeretnék lenni, akkor erre a szüleim erről hallani se akartak, közölték, hogy itt valami rendes polgári szakmát kell tanulnom, hiszen egyébként nekem értelmiségi szüleim, meg családom, sőt még egy kicsit kékvérűek is vagyunk, ezért aztán ott így egy picit ilyen furán néztek erre a kutyatenyésztő ötletre, ezt is megtiltották, akkor utána, amikor a gimnázium alatt elkezdtem már szervezgetni az osztálykirándulástól az iskolai programokig sok mindent, akkor ezt is rossz szemmel nézték, úgyhogy eljutottunk oda, hogy én amikor 16 éves elmúltam, akkor végül is egy olyan beszélgetés után, amit hát szerintem nem én hallottam egyedül fiatal koromban, hogy amíg a mi kenyerünket eszed, addig az történik, amit mi akarunk. Ennek az lett a vége, hogy én inkább elköltöztem otthonról, és megpróbáltam a saját lábamra állni, és akkor egy picit újra kellett értékelnem az addigi, mai divatos szóval érve ilyen lúzer életemet, hogy én nekem mindenki mindenre azt mondta, hogy ebbe se vagy jó, ebből se lesz semmi. Ugye a szüleim mindig azt mondták, hogy ne akarjak zenével, meg szervezéssel foglalkozni, mert az nem működik, abból nem lehet megélni, az nem egy polgári szakma. És akkor úgy össze kellett szednem magam, és azt mondani, hogy hát én most a suli mellett, ha valamiből el kell tartsam magam, albérletet fizesse, elkezdtem dolgozni, és elhatároztam, hogy én megmutatom a világnak, hogy igenis meg tudom csinálni. És aztán annyira átestem a ló túloldalára, hogy tulajdonképpen
hosszú-hosszú éveken keresztül ez a nagyon erős bizonyítási vágy vitt persze előre, és mint ahogy ezt a György is elmondta a felkonferálás során, sok mindennel foglalkoztam, és sok mindenben értem el, akár mondhatjuk azt, hogy sikereket, hiszen ma azt hiszem minden olyan területen, a Budapest Parktól, a Vampig, a Kosztesztől, a Szigetig, a nem tudom mi mindennel ma már foglalkozom, mindenben tulajdonképpen piacvezetők vagyunk a magunk területén. Ugyanakkor ez egy veszélyes kábítószer is, amikor az ember folyamatosan fölülmúlni akarja magát, amikor azt gondolja, hogy mindenben, amit csinál, abban most neki bizonyítania kell, meg kell mutatni azt, hogy ő jobb tud lenni, vagy több tud lenni a többieknél. És hát bizony volt ebben is azért néhány ráébredésem, hogy ez mennyire nem jól gondolok dolgokat. Ebből talán az egyik ilyen számomra legemlékezetesebb történet, amikor a kislányom, amikor még 5 éves volt, 2 kislányom van, meg egy nagyfiam, de a középső gyerek, amikor 5 éves volt, akkor egy olyan oviba járt, ahol a Polgár Juditéknak egy csak iskolája volt az ovisoknak, az Olivéra Juditnak az egyik gyereke, ő ráadásul osztálytárs, vagy ilyen csoporttárs volt, és akkor így sakkozni tanult a gyerek. És amikor hazajött, és hát boldogan már, ugye valahány óra után már úgy érezte, hogy ő sakkozni tud, akkor leültünk otthon sakkozni, és hát a belőlem jövő ilyen idióta teljesítménykényszer mentén, aztán amikor lejátszottunk egy partit, hát én nyertem, mert hogy a gyerek még nem volt elég ügyes. Aztán lejátszottunk egy következő partit is, hogy hát ő most akkor visszavágót akar majd, hát azt is megnyertem. És amikor én mondtam neki, hogy akkor most akkor na, ezért folytatjuk-e, akkor meg hát szegénykém elsírta magát, hogy ő nem akar velem sakkozni. És akkor volt számomra egy ilyen ráébredős pillanat, hogy hát azért most mi is a fontos az ember életében, az, hogy mindig minden helyzetben nyerjen, vagy az, hogy lásson maga körül egészséges, boldog, értelmes gyerekeket. És végig gondoltam, hogy hát valahol az én gyerekkorom is erről szólt, hogy egy ilyen állandó lebecsülés, teljesítménykényszer mentén nem feltétlenül lettem mindenben, azt gondolom, hogy egészséges felnőtt vagy fiatalember, és igyekeztem úgy élni azóta az életem, meg hát sok más ilyen tapasztalatok mentén is, hogy egy picit máshova tegyem a hangsúlyokat. Tehát attól, hogy én bizonyos dolgokban elértem sikereket, az arra jó lehet, hogy próbáljam ösztönözni vagy motiválni a környezetemet, a családomat, a kollégáimat, de ettől én nem fogok se tovább élni, se már magasabb nem leszek, se nem másnap fog rám sütni. Tehát én azt gondolom, hogy ha ebből valakinek valami tanulsága lehet az én történetemből, akkor az, hogy igenis kell tudni vagy akarni mindig minden helyzetben jobbnak lenni, önmagunkat legyőzni, de nem feltétlenül másokat kell hozzá legyőzni, hogy sikeresek legyünk, hanem inkább magunkat. Úgyhogy én azt hiszem, ezt akartam ma önöknek elsődlegesen elmondani. Köszönöm szépen a lehetőséget.